Ott, ahol a túja előtt van, ott lesz ilyen három kupac nagy föld, ilyen torony magasságban. És tehát azt fogja, mint a víz, ahogy körülveszi a várost, azt fogja egy évelőágyás körülvenni. Hamarosan teljesen átalakul a rendőrség és a művelődési központ közötti tér Mosonmagyaróváron, ez jól látszik a látványterveken is. A ma még egyhangú területen egy parkot alakítanak ki évelő növények sokaságával. A réti virágokat hozzuk be a parkba, tehát olyan, mintha valaki kimegy a rétre, és ezeket a természetes réti virágok fognak megjelenni. Azon kívül egy ilyen látványos, kicsi a kocsi, de erős típusú autót helyezünk el, ami megint egy különlegessége lesz a parknak, hiszen felöltöztetjük ezt az autót, virágokkal lesz teleültetve. Az országban elsőként egy közösségi fűszerkert is helyet kap majd az új parkban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy fűszerállvány, mint otthon mondjuk egy kicsi főzés mellett egy kis polcocska, csak ezt ilyen méteres, több méteres nagyságrendben, hosszan, ívesen megcsinálva, több ezer fűszernövénnyel beültetve. Ami a fűszer, a közösségi fűszerkert pedig azt jelenti, ami a mi elképzeléseink szerint, hogy itt a szépen cseperednek a fűszernövények, és valaki mondjuk a déli ebédnél hiányol egy növénykét a polcáról, lejön, és szépen vág belőle. Nem véletlen a nagy készülődés. Mosonmagyaróvár tavaly első lett a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen, és a város idén a nemzetközi mezőnyben is megméretteti magát. A szakmai zsűri júliusban érkezik, addig még sokat ennivaló. Össze kell állítani az útvonalat, és azt, hogy mi az, amit meg akarunk mutatni a zsűrinek, és itt nagyon sok teendő van, értve a köztisztaságtól kezdve az utak állapota, a zöld felületek, a fák, a növények, mindennek az állapota, illetve hát sok új tervünk is van, ami a zsűri érkezésére reméljük, hogy el is készül. Több útfelújítás lesz teljes egészében, a belvárosban is akár, több zöld felület felújítás megtörténik arra. A felkészülést egy szemlebizottság is segíti, amely először márciusban látogat el a városba. Mi elmondjuk a mi elképzeléseinket, ővelük bejárjuk az útvonalat, a helyszíneket, ők már rögtön tudják mondani, hogy jó lesz, nem lesz jó, ezen kell változtatni, így szokták. Tehát praktikus tanácsokat is adnak, és az ő jóváhagyásukkal megyünk tovább tulajdonképpen. Az önkormányzat számít a mosonmagyaróváriak együttműködésére, mert mint mondják, a siker mindenki múlik. Aki egyetért az elképzeléssel és a város gazdasági életére is utaló virágzó Mosonmagyaróvár szlogennel, egy matrica felragasztásával is kifejezheti ezt, amit a Városháza portáján lehet átvenni.